Évről évre emelkedik az ESEN is tanulók száma az oktatásban, ami mögött több ok is állhat. A jobb diagnosztizáltság csak az egyik tényezője a növekedésnek. Ezekkel a gyerekekkel Nyíregyházán a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága foglalkozik. Köszöntöm a stúdióban Hutásné Petruska Krisztinát, a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezető helyettesét. Jó estét kívánok, köszöntöm. Először is tisztázzuk, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy sajátos nevelési igényű egy gyerek, és milyen tényezők húzódnak meg emögött. A sajátos nevelési igényt a köznevelési törvény határozza meg. Nagyon sok gyermek lehet sajátos nevelési igényű. Az értelmi fogyatékos gyermekek, itt van enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosság, azok mindenképpen autizmus spektrum zavarral érő gyermekek, beszédfogyatékosok, mozgás, látás, hallás fogyatékos gyermekek, és a korai fejlesztésben résztvevő gyermekek is lehetnek sajátos nevelési igényűek. És tisztázzuk, hogy vannak olyan ESEN is gyerekek, akik normál oktatási rendszerben működnek, tehát normál iskolákba járnak. Kik azok, akik eldöntik, mi a menete ennek a folyamatnak, hogy egy gyerekre kimondják azt, hogy ő egy ESEN is? A menete az, hogy mindenképpen kell egy egyes számú mellékletet kitölteni, ami szintén a köznevelési törvényben található, illetve a pedagógiai szakszolgálati rendeletben, illetve egy négyes számú mellékletet, ez egy szülői kérelem, vagy az intézmény is indíthat vizsgálat iránti kérelmet, plusz 5 éves gyermekkori státuszvizsgálat kell a gyermekorvostól. Ez a kérelem beérkezik a pedagógiai szakszolgálathoz, ahol komplex vizsgálatot végeznek, gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi, logopédiai vizsgálatot, hogyha szükséges. Mikor megtörténik ez a vizsgálat, akkor egy team megbeszélés van ezután, és eldöntik, hogy a gyermeknek sajátos nevelési igénye-e a probléma, vagy pedig attól enyhébb, és orvosolható egy átmeneti terápiával. Mi az, amit tapasztalnak? Itt a megyében is emelkedik az ilyen gyerekek száma? Mindenütt emelkedik a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a száma. Azért is költöztünk a Vécsei közből el, mert hogy kinőttük a Szarvas utcai szakszolgálati helyiséget, a szakértői bizottságot, mert hogy évről évre azt tapasztaltuk, hogy egyre több igény van arra, hogy gyermekeket vizsgáljunk. Főleg a beszédfogyatékosoknak a száma emelkedik, de mindegyik abszolút emelkedő tendenciát mutat. A megyében jelenleg körülbelül 20 ezer gyermekért sajátos nevelési igényel. Ez a szám változhat, mert van, akinek lekerül a sajátos nevelési igény, hála jó Istennek, viszont újabb és újabb gyermekek, kliensek jelennek meg a rendszerben. Hogyha szigorúan abszolút értékben nézzük a diagnózist, valóban emelkedik, vagy pedig egyszerűen növekszik a gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem férnek bele a hagyományos vagy normális oktatási rendszerbe? Az én véleményem az, hogy valóban növekszik a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a száma, illetőleg mostan folynak újabb kutatások az Amerikai Egyesült Államokban, amikor is már bizonyítják azt MRI vizsgálattal például, hogy a túlzott képernyő használat, a digitalizáció, akiknek nem szabnak határt azoknak a gyermekeknek, a nyelvi készségük az nagyon nagy elmaradást mutat, ami pedig minden mást maga után von. Tehát, hogy ez a felgyorsult tempó, a családoknak a szétszakadása maga után vonza az értelmi elmaradást, az életkori sajátosságokhoz való elmaradást, a nyelvi készségek elmaradását mindenképpen, illetőleg az érzelmi elhanyagoltságot is bizonyos esetekben. Hogyan tudja ezt korrigálni egy oktatási rendszer? A legfontosabb az, hogy minél korábban történjen a felismerés. Van egy olyan törekvés, hogy a korai fejlesztés, korai intervencióra való jogosultságot alanyi jogon kapja a gyermek, ha kérelmezik, és 3 éves korban már nyelvi szűrés van, kötelező ez is, minden 3 éves gyermeknek kofával szűrik a gyermekeket, és hogyha ott már eltérést tapasztalnak, akkor logopédiai fejlesztés jön. Tehát a hangsúly azon van, hogy minél korábban felismerjék ezt a problémát, minél előbb terápiához jusson a gyermek, és akkor ezek a változások nagyon szembetűnőek lehetnek. Hogyha súlyos esetről van szó, nyilván akkor nem olyan szembetűnő az, hogy javulás áll be, ezért fontos az, hogy
minél előbb menjünk, ha problémát tapasztalunk, illetve az intézmények, hogyha azt látják, hogy valamelyik gyermekkel gond van, akkor ők is jelzőrendszerként működjenek. Összekötötték a szakszolgálatokat a védőnői rendszerrel, együttműködünk az orvosokkal, gyermekorvosokkal, és próbálunk egy komplex ellátási formát kialakítani. A családoknak ezt a fajta diszfunkcionalitását, illetve hiányosságait tudja-e, vagy tudná-e egy fejlettebb, vagy továbbfejlesztett óvoda hálózat mondjuk kompenzálni? Az én saját véleményemet, ha kérdezi, lehet, hogy valamennyire igen, de mindenképpen a családokat kell megerősíteni, mert a szocializáció elsődleges szintere a család. Aztán jön be az intézményi nevelés. Nagyon nagy törekvések vannak arra, hogy ugye most már 3 éves korban kötelező az óvoda, ezelőtt 5 éves korban volt, hogy mielőbb intézményi rendszerbe kerüljön a gyermek. A családokat kell megerősíteni, azt az értéket, illetőleg megtanítani a szülőket esetlegesen a szülővé válás folyamatára. Régen nagy családok éltek együtt, óriási nagy családok, dédnagymama, nagymama és a szülők a gyermeküket együtt nevelték. És anyáról lányra, apáról fiúra szállt ennek a metódusa. Most pedig azt nézzük, hogy mindenki külön szeparálódva van. Már a többedik generáció nő úgy fel, hogy nincs ilyen családi hagyományos minta. Hogy áll a megye ebben a tekintetben? El tudjuk-e látni ezeket a sajátos nevelési igényű gyerekeket, akár intézményrendszerrel, akár pedig a meglévő oktatási intézmények hogyan tudják specializáltan foglalkoztatni ezeket a gyerekeket? Külön kell választani a sajátos nevelési igényt. Vannak olyan esetek, amikor normál iskolarendszerben nem integrálható a gyermek, őket szegregált intézményekbe küldjük. Nyíregyházán a Bárci Gusztáv Általános Iskola és a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola van, illetve Máté Szalkán Nyírbátorban és Szabolcs Veresmarton is vannak kihelyezett iskolák és tagozatok. Őket csak és kizárólag oda tudjuk a jelenlegi rendszerben. Magánoktatási formában a Évfolyész Egyesületnek és a Csigaháznak, illetve a Csodavárnak van korai fejlesztő intézménye, és a szakszolgálaton belül 15 tagintézményünkben működik korai fejlesztés ellátás nagyon magas színvonalon. Azt abszolút ellátja a megye, azt gondolom, hogy éppen azért, mert nem volt elég ellátás, ezért köznevelési szerződést kötöttek a magánintézményekkel, így tudnak a szülők választani, valóban megvan az a joguk, hogy tudjanak választani a felkínált repertoárból. A többi gyereket pedig integrálni lehet a normál intézményekbe, a többségi általános iskolákba, gimnáziumokba, és ott pedig az egymik biztosítják utazógyógypedagógus ellátás segítségével a klienseknek az ellátását. Van elég szakember, akár a pedagógiai szakszolgálatnál, akik a diagnózisokat felállítják, illetve azok, akik a fejlesztéseket végzik? Azt gondolom, hogy az a törekvés, hogy minél több szakember legyen, éppen ezért beindult ugye több helyen a gyógypedagógus képzés. Egerbe, Nyíregyházán, Debrecenbe, Hajdúböszörménybe, tehát az a törekvés, hogy minél inkább több szakember képeződjön, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem országosan is. Nagyon nehéz terület ez, és nem nagyon sokan szeretnék ezt művelni. Elhivatottnak kell lenni, mert nagyon fennáll a kiégésnek a veszélye. A Megyei Szakértői Bizottságnak a száma 6-ról 14-re emelkedett a szakemberi száma 2015 óta. Tehát a kérdésére a válasz az, hogy igyekeznek nagyon, hogy el legyen látva minden gyermek. Nyilván nem tudunk osztódni, és még nem vagyunk úgy, hogy szaporodjunk, vagy nem tudom ezt ebben kifejezni. Igen. De azért örvendetes, hogy megnövekedett a létszámok, és én sikereket kívánok ebben a nagyon szép és nagyon nehéz munkában. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én is köszönöm szépen.